Hello, srácok! Juhú! Most nagyon örülök, srácok! Nagyon boldog vagyok, mert megláttam, hogy működik a chatbot! Ez az! Úgyhogy mostantól... Nagyon durván oda kell figyelni, ám, srácok, hogy mit írtok. Na, hello, srácok! Mi a helyzet veletek? Mondjatok valamit. Amúgy itt van a Krisztián is, szólaljál, hát meg. Hello, ha hangteszt, 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 egy-kettő, egy-kettő. Jó, egy-kettő, egy-kettő mindenkinek tökéletes hangja, jó van. No! Hello! Szia Máté, szia! Csá! Csá! Hello! Hogy jó vagytok, van, srácok? Mondjatok valami kis finomságokat. Jól vagytok? Mindenki jól van? Milyen volt ma a suli? Írjátok le. Ja, volt ma suli? Suliban volt ma suli, aha. Ja. Jó van. Aki meg melózik, az meg írja le, hogy milyen volt a melló. Ja. És ki óvodában van, az meg azt írja, hogy jó volt, ami most. Óvodám. Nekem például jó volt az óvoda. Ja, neked jó volt az óvoda. Én hoztam el az óvodából a Krisztiánt. Aha. Szia Máté, jó volt a suli, onalmas volt, fos, rossz, heó, kaki, szar. Igen, na, ilyen rossz a suli, ezt nem hiszem el, ez biztos, hogy csak valami izé. Nekem tök jó ott suli általában. Na jó, nem, amikor jártam, akkor nem szerettem. De így visszatekintve amúgy nagyon szerettem, mert jó volt. Én visszatekintve sem szerettem. Srácok, az helyzet, hogy működik a chatbot, ennek most nagyon örülök. Úgyhogy azokat szűri ki, aki nagyon sok caps lockot ír, meg aki sok emojit. Uh-huh. Ennyit csinál. És mennyi emojit, mert öt. Elég sok. Vagy hat. De az, öt vagy hat. Az alig. Hát öt emoji, ez tök normális. Most öt emoji van! Na. De ilyen tizet. Azt állítottam, mert jó van. Hát az egy tíz, az már nagyon sok, mert nagyok az emojik. Jó van. Ja. Illetve, srácok, hadd mondjam el, hadd jelentsem be az örömhírt, az én megtiszteltetésem, hogy bemondhatom az örömhírt, hogy lehet csatlakozni a Game Commando csatornához. Juhú! Ja. Igen, most kaptuk meg, múltkori streamekbe kérdeztétek, hogy mikor lehet majd ide csatlakozni, most lehet már, mennyibe? 500 forint, azt hiszem itt is, ugye? 600, azt hiszem. 600 forint, és vannak emojik, és ugye, hogyha elérünk ilyen bizonyos mennyiségű csatlakozót, ja, akkor lehet több emojit is. De tök jó emojik vannak, úgyhogy... Ja, egyébként azt hadd mondjam el, hogy a moderátoroknak a munkáját továbbra is nagyon szépen megköszönöm. Ugyanis most is van rá szükség, mert hát azért minden nem tud kiszörni egy robot, nyilván ez csak egy robot, én nem akarok robottal helyettesíteni senkit. Te nem akarsz a robot szuperem. Nem akarom robotosítani a meccsetet. Viszont nagyon jó, hogy működik, mert legalább annyi, hogy a ezeket kiszűri nagyjából. Igen? Hát aki sok emojit rak, adjál már. Adjál már! Megkérdeztem, hogy kérsz a csicska, és azt mondta, nem kérsz, ezt ne ideges csépő. Na jó, van, kapsz két gereznet. Hát ez a kapok is. Két na, gereznet. Srácok, a mai streamben szerintem kezdjük is el, mert ne húzzuk nagyon tovább az időt. Yeah. Nézzetek, csak kaptam két gerezdet. De jó! Oda néz! Gerezd! Mandarin! Ti szeretitek a mandarin, srácok? Csinálok egy szavazást, várja, hogy kell. Ja, skacok, amúgy van izé, ha csatlakoztok, akkor van uasztóa emoji. Ja, egyébként meg tudjátok nézni. Máté, jó le. Meg tudjátok nézni, hogy milyen emojik vannak, hogyha csatlakoztok, és nagyon királyok. Csináltam egy olyan emojit, hogy uasztóa, és ez nagyon király. Úgyhogy. Ja. Ja. Nagyon, azt a chatbotnak nagyon izéje van, nagyon nagy munkája van. Úgyhogy azért kicsit azért vissza kell fogni. De most mindenki spameli a emojikat, és így tiltja le az összeset a chatbot. Jó, hát felelem. Ja, és látok, hogyha esetleg víz hangzik a hangja a Máténak, akkor az nem tudunk sajnos mit csinálni, néha így megcsúszik a két mikrofonnak a hangja, és... Ja, hát egyszer nem tudjuk, hogy hogy kell megoldani, de... Majd megpróbáljuk egyszer megoldani. Megpróbáljuk mindenféleképpen. Ja, na! Mert is, a mai streamben, kérlek szépen tikteket, fortnázni fogunk, és csinálni fogunk ilyen kis küldizgetéseket, meg ilyeneket.
Hát a szezon küldik. Hát ja, egy küldizgetünk. Nem tudja ki, mi az az. Hát van itt is ilyen season, mint az összes játék. Srácok, ne spameljetek. Jó. Chatbotnak nagyon hosszú dolga lesz. Amúgy lehet majd beállítom inkább úgy, hogy kitiltsa inkább ilyen 3 percre azokat, akik spamelnek, aha, vagy 5 percre. Igen, én meg tudom, mit állítok be. Téged állítalak be mindjárt, hogy csináljuk már a játszást, mert... Igen. Mert mánya. Jó. Oké, okay, na. Van izém, kontrollerem, úgyhogy... Ja. Ja, elég király. Na, szóval srácok, ezeket fogjuk csinálni, fesztivál eseménylista. Remélem, hogy látjátok. Igen, mert nem túl nagy a facecam-em. Oké. Okay. Ezeket fogjuk csinálgatni, ezeket a fesztivál eseménylistánkat, és a Krisztiánhoz kéne csatlakoznom nekem. Uh-huh. Vagy csatlakozz te hozzám, jó, úgy egyszerűbb, szerintem. Okay. Na, úgy látom, hogy 92% szereti a mandarint. Hát azért, nem is csatálom a mandarint, azt a legfennom azért. Na, ugye le is zárom a szavazást. Köszönjük szépen mindenkinek, aki szavazott. Köszönjük szépen a részvételt. Köszönjük szépen a részvételt. Nagyon értékes információt tudtunk meg. Mindenki szereti a mandarint, úgyhogy igen, csinálunk egy illetve mandarin termesztő farmot, és árulni fogjuk nektek a mandarint. Hát azért nem egészen. Na, viszont hadd mondjam el azt is, hogy csináltam új értesítéseket, hogyha esetleg valaki küld szupercsetet, amit nagyon szépen megköszönünk, illetve aki csatlakozik, annak is van ilyen jó király értesítése, úgyhogy, ja. Ha valaki ki szeretne próbálni, akkor nyugodtan. Na! De szerintem kezdjük is el, Krisz, jó? Én nyomok pár driftet itt jobbra-balra, és szeretnék kérni, srácok, visszajelzést, hogy milyen a hangerő. Hogy túl hangos el mondjuk a zene, meg a játék. A zenét lehet egy kicsit inkább lehalkítom. Jó, bár bágos a játékba ez a zene, és kicsit ilyen nagyon halk lesz, hogyha leveszem. Csatlakoztál a konvojhoz? Yeah! Na mindegy, kérek visszajelzést, nagyon hangos, zene hangos. Ja, most lejjebb vettem a zenét, most jó. Játék kicsit hangos. Le tudom venni úgy egyszerre is. Most egy kicsit driftelgetek, hogy tudjátok hallani. Mert nekem a... Nagyon össze kell hangolni, mert nekem a fejhallgatóban nem hangos, viszont a streamben lehet, hogy az. Máté, emlékszel, hogy te voltál a Benga király? Ha persze, hogy emlékszem. Hát szerintem emlékezni kell erre, hanem ezt tudni. Mi a fene ez? Ne, belekerültem egy Forza Horizon live-ba. Máté, ez így szerintem idegesítő, ne? Nagyon hallgatod a zenét, vagy... Igen? Vagy nagyon halkítsam le, vagy ne legyen zene. Igen. Hát lehalkítom. Akkor. Ja, mert szerintem idegesítő. Jó, na, hát ne? Azért kérdeztem meg. Nagyon hangos, nagyon hangos. Jó. És maga a kocsik azok nem hangosak? Srácok, csak a zene. Így nem hangos? Á, kicsúszok, nem figyelk oda. Jó, megyek hangos. Megyek én is, mert pont benne voltam. Jó, mit kell csinálni? Hajts végre driftelést. Drifte. Ja, ilyen izé trükköket. Ilyen drifti trükköket. Hangos, mert mindig azt írjátok, akkor egy kicsit lehalkítom. Szerintem lehúzom mondjuk így 10 decibelre. Ja, srácok, amit ti is lehetnek Benga királyok. Azt, hogy, hát majd lájuk. Ja. Na most kérek visszajelzést, rátok, hogy milyen. Round one complete. Get to round two. It's the best kind of run. Akinek akad a live, az menjen és... ...és frissítse az oldalt. Merre kell menni most? Szerintem csak menni kell az úton, hogy jó. Drift futam céljáig kell driftálni. Jaj, nekem már nagyon szenved ez a gép ezzel a Forzával. Alig várom, igen, hogy megnézni az új gépen. Ja. Kaményen kell. Mennyit driftelek, oda figyelj! Na mindjárt már fél. De jól driftelek, figyelj, nem úgy, Krisz. A driftelésem. Visszanézhető lesz? Ez nem, srácok, ez nem lesz visszanézhető. Majd úgyhogy később aki... visszanézhető lesz, csinálunk egy ilyen VOD csatornát, ahol visszanézhetők lesznek a streamek, de nem lesz ez fönn a csatornán.
De majd később azon föl lesz a bodon. Meg mindig hangos azt írják, akkor még mindig lehalkítom, már nem mondjuk 15-re. Ezt kapcsolt ki a francba. Mit? Az játékot? Nem, az zenét. Jó, kikapcsolom én a játékot, csicska. Na. De csak trollkodnak szerintem, nem hangos az már. Amúgy meg neked kéne meghallgatni. Bár én hiszek a srácoknak, azért is cselekedek úgy, ahogy mondjál. Most driftelni kell, hogy mit? Vagy minek? Menni kell előre és driftelni, és össze kell gyűjteni egy bizonyos mennyiségű pont. Igen. Ja, de már mindjárt megvan. Most meg is van. Ja. Chris nagyon halk. Ezt igen, neki az azért van, mert nagyon alacsony a mikrofon állványom, és nagyon távol. Húzd fel egy kicsit az éden. Mit kell? Driftelni? Igen, csak akkor még jobban nézni fogsz. Oké. Na, srácok, egy kicsit hanyagolom a chatet, így játék közben. Fogom olvasni, csak kevésbé. Mert figyelnem kell a játékra. Na, mit kell csinálni? Ja, a drift zónába kell menni. Teleportálj oda. Már itt vagyok. Jó. Már nyomom a driftelést, kis barátom. Ja, nem, hülye vagyok, ez a sebességzóna. Jó, hát 600 méter. Na, Chris, melyikkel kezdjük szerinted? Melyik izével? Ja, 3,1 kilométer? Hát akkor oda. Én azt a izét már megcsináltam. Azt a... tudod, az, amikor verhetetlen drive-atárok ellen kell menni, azt már megcsináltam. Szóval aha, azt megcsináltjuk neked. Jó. Akkor csináljuk meg, mert az nagyon nehéz. Hát most nem volt. Ó, ez rohadt jó, az a drift zone, ezt szeretem. Ezt csináltuk a kamionnal, nem? Igen. Ja, tényleg, srácok, volt, hogy mentünk, és a kamionnal megcsináltunk egy csomó drift zónát. Kamionnal. Három csillagosra megcsináltuk őket. Te hány pannál lejársz? Én kétszer mentem le, és a felét már megcsináltam. És mennyi pontot csináltál most? Ezt most meg is lesz, hogyha lemegyem. Igen. Aha. Ja. Srácok, nektek hogy tetszik ez a nagy hideg, mert én nagyon szeretem. Biztos, hogy temeted le először? Mi? Nem. Ha, ja, de basszus, a tiéddel lett vége. Ja, jó, megvan a 60 forzatom pont. Ja, király, na, most megvan a 60 forzatom pont. El is kezdhetjük megmutatni a srácoknak. Először is megmutatom, hogy srácok, megszereztem egy very ritka kocsit. Very ritka? Igen, és ez a very ritka kocsi. Máté visszhangzik. Tudjuk, srácok, nem tudunk ellen mit csinálni egyszer. Azért visszhangzik, mert most följebb vettem az izét. Igen. Mert mondtad, hogy vegyem fel a mikrofont, és följebb vettem, és most hangosabb lettem, csak így viszonyzol. Uh-huh. Igen, már Krisztián csicska, és nem tudja beállítani a mikrofonját. Srácok, én halk vagyok, de én egy ilyen ember vagyok, én egy ilyen halk ember vagyok. Ja. Halk ember. Itt van, nézd meg ezt a kocsimat. Figyeld, nézd meg hátulról. Látod? De most, ha kimész a kamerából. Igen, mi van vele? Világíts rá hátuljára. Látod? Uh-huh. Elég jó, mi? Na, borzasztó. És ez a kocsi, ez a Volkswagen Buggy Forza Edition, és uh-huh, ezt nem mondom el, hogy hogy kell megszerezni, de ezt igen, csak megszerezni. Igen, nem mondod el? Nem mondod a srácoknak te! Akkor tönkre teszem a kocsidat. Jó, akkor hogyha utolérsz, akkor elmondom. Oké. Okay. Utolérlek. Várjál egy kicsit. Egy kicsit simán utolérlek. Na. Beszállok a király kocsimba, és már is utolérlek. Na. Jaj. Ja. Srácok, hogyha vízhangzunk, akkor nem tudjuk, hogy miért. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy mi okozza ezt. Azért, mert az én számítógépemből érkező mikrofonjelet azt később közvetíti a Máténak a gépe, és ezért vízhangzik a Máté, mert egy kicsit az én mikrofonomba is belehallatszik. És mivel el van csúszva a két hang, ezért így ő vízhangzik. Ja. Na, Krisz, ha utolértelek,
akkor... És szerintem amúgy ez meg fog oldódni, hogyha nekem egy gyors gépem lesz. Amúgy lehet. Lehetséges. Hogy esetleg okay. Ez a probléma, hogy neked lassú a géped. Beleszáguldottam a fal elő. Hol van ez a Máté? Ezt a lassút, ezt nem hiszem el. Hol vagy? Hol vagy? Sehol. Ja. Na jól van, itt van utolér. Haha, na. Jó, utolér, akkor most el kell mondjam, mert nem bírtál elmenekülni, mert csicska vagy. Amúgy na. Nézd. Na. Oké. Okay. Akkor... ezt itt mi a pillel? Ja, akkor nem kell mondanom, hogy mondom, hogy lehet megszerezni, jó? Ja, hát elmondhatod a srácok kedvéért. Oké, és na. Akkor nyisd meg a térképet. Megnyitottad a térképet? Nem, most. Igen. Az alapház, ahol van, azt tudod, hogy hol van? Tudod, ahol elkezded a játékot. Ahol elkezdem a játékot? Amit először megkapsz. Fogalmam sincs. A ház, igen. Igen. Na, és ott van az a Volkswagen emblémás cucc. Igen. Na, és az ilyen kihívás sorozat, és 13 kihívás van, és ha 3 csillagosra megcsinálod mind a 13-at, akkor megkapod ezt a királykocsit. És én azt csináltam tegnap. És ez csak így lett megszerezni, sehogy máshol. Wow. Elég jó. És ki akarja ezt a szart megszerezni? Ezt? Na. Mi az, hogy ki akarja? Ez tök jó az a kocsi. Fesztivál eseménylista, és akkor szerintem kezdjük el. Jó. Ezzel a 10 pontossal, nem? Ez a Jaguar E-Type-ot kapom én. Bakker, most eszembe megkérdeztem a srácokat, hogy szeretik-e a hideget, és nem figyeltük a választ. Na. De béna vagy, hogy nem figyelsz oda. Akkor megkérdezem még egyszer, srácok, szeretitek? Ilyenkor szavazást kell csinálni, Krisz. Akkor csinálj. Nem sokára 500-an vagyunk, srácok. Wow. Igen, olyan. Aha. Track Toys, ez milyen ját? Ez milyen kocsi? Miért akadok? Akad a fejem. Ti is látjátok, srácok? A játék is akad? Aha. Nektek is laggol a stream, srácok? Mert nekem a visszatekintésbe laggol. De amúgy tudom, hogy van ilyen. 500-an vagyunk, wow! 500, ez az, 500 hype. Uasztuá, srácok! Nyomjatok uasztuát a chatbe. Uasztuá. Jó a rendszámom. Kösz. Nem, nem laggol. Jó. Akkor csak nálam van valami. Nálam ilyen laggos. De ha nálatok nem laggol, akkor tökéletes. Jól van. Uasztuá. Mire volt az uasztuá? Nyom meg az X-et, gyorsan. Jó. Nem kell semmi X-et megnyomnom. Fúj, de undorító ez a éjszaka. Én nem tudom, ezt kitaláltak ezt az éjszakát, de borzalom. Jó. Nem tudom, hogy üljek, hogy tudjak normálisan a mikrofonba beszélni. Jó, Energyant! Nagyon szépen köszönjük a 400 forintot! Mindjárt fog jönni a izé, srácok, az köszönjük értesítés. Köszönjük szépen, Energyant! Nézzétek! Jönni fog az értesítés. Lesz majd Plague Inc. Ink, nem Inc. Ink. Sziasztok! Lesz majd Plague Inc. Amúgy gondolkodtunk rajta, mert amúgy elég jó lenne. Ja. Hát gondolkodtunk rajta, de nem tudjuk. Hát lehet, hogy lesz, hogyha sokan ja. Néznék. Mikor jön ma az értesítés? Várj. Tudom, hogy laggol egy kicsit, mert hogy nem úgy laggol, hanem hogy... Hát de ennyi kicsit. Most... Hát nézd ide, hogy van pénzem! Nézd ide! Ó, srácok, király volt az értesítés, mert szerintem nagyon király, én ja. Csináltam. Ma csináltuk meg, ja. Vagyis a Máté csinált. Hát én mondtam, hogy milyen, mi legyen az értesítés, és a Máté megcsinálta. Na, srácok, így még írjátok le, hogy milyen volt az még értesítés. Még egyszer köszönjük szépen Energyant. Ja, még egyszer nagyon szépen köszönjük Energyant a 400 forintot. Na, indul, Krisz. A Bahia de Plano pálya. Ja, feltuningoltad a kocsidat? Milyen kocsimat? Mert nekem erre tuningolgatni kellett a kocsimat, hogy meg tudjam 601-es! Csinálni. Akkor te utolsó leszek. Dehogy leszek? De. Krisztián, én profi vagyok. Én második tudtam lenni így a föltuningolt 700-os kocsimmal. Van pénzem! Nézd ide, hogy van pénzem! Ja. Nekem laggol a stream. Akinek laggol a stream, az indítsa újra az lapot. Nyomjon egy refresht. Ja. Srácok! Egyébként... Nézzetek meg, hogy első leszek.
Csak úgy elmondtam. Tegnap ugye feltettük a Fortnite-ot, és azóta egy csomó Fortnite-ot játszottunk, mert tökre élvezzük. Úgyhogy majd abból még lesz videó, ha esetleg... Én megértem, hogyha valakinek nem tetszik a Fortnite, nekem se annyira tetszik. Csak így a Mátéval így együtt tök jó játszani. Mert... Ja, így duóban nagyon király. Ja. Ezt most nem mondtam olyan. De én utolsó helyről is indultam, ez csalás. Mert te vagy a legszarabb. Jó, autó. Van már persze. Büdös csaló, Badrázs. Büdös csaló, banda. Ú, de jól vettem a kanyart, hát ez legalább 3 helyet fog rajtam hozni. Oké, és nem fogod tudni azokkal megnyerni, Máté. Lehetetlen azzal a kocsival. Én is próbáltam ilyen csicska kocsikkal. És marha nehéz. Nehéz. De én nem ismerek lehetetlen, Krisz. Jó, én megpróbálom tartani a helyemet, szinte kizárt dolog, hogy ja, első vagy. Maradni, de... Én is még hazok magamon. Amúgy, hogyha leelőzöl valakit, amúgy most így, most ízél belém. Köszönjük szépen a 400 forintot! Zsolt nagy! Köszönjük szépen, Zsolt nagy! Király vagy! Király vagy, ez az! És most egyből jött az értesítés. Ha milyen királyság volt már, mi? Ha kérem, szorri, azt mondod, hogy nincs pénzem? Ha nézz itt, hogy van pénzem! Hogy tetszik, srácok, amúgy az értesítés? Ja. Param! Most jöttem rá, hogyha leelőzöl egy kocsit, akkor, akkor 200 pontot nyersz. Hát igen, mert ugye, ja, hát ő elvesz itt 100-at, te meg nyersz 100-at. Ja. Bocsánat, srácok, hogyha nem nézem a chatet, de most nagyon kell koncentrálnom. Amúgy van fölvéve még egy videónk, a most egy Forza, erről a pillről vettük föl. De most ne áruld már el, te büdöske. Miért kell árulni? Hát miért áruljam el? Most egy kis sneak peek. Hát tudni fogják most majd mire kell. Vagy hogy már, most már várni fogják. Lenox, nagyon szépen köszönjük a 200 forintot. Köszönjük szépen, Lenox. Nem tudom, hogy jönnek az értesítések, de a helyzet az, hogy azt tudom, hogy 200... Most is van, jó. Oké, akkor örülök. Akkor mindenféle fajta. Márti, nézd meg, visszaelőztek. Nézd meg, mennyivel első vagyok. Mennyivel első vagy? Nem látom. Ja, te vagy ott az a legelől? Aha. Visszaelőzött a csicska Porsche. Mondom, hogy mikor érek be, jó? Ez nem előzhet vissza. Ja, de minden, mi így is nyerünk. Most értem be. Jó. Ne előzd meg! Húzz! Húzz anyádba vissza! Jó. Oké, én szerintem még beérek azért. Zsolt Nagy, nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen, Zsolt Nagy! Esetleg, hogyha többször szeretnék küldeni, nagyon szépen köszönjük. Ezt csak tanácsnak mondom, hogy tudsz üzenetet is küldeni, hogyha egyszerre küldöd. Írja. Ja, igen? Tegnap veterán csatorna tag lettem, Instán írtam. Igen. Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen! Igen. Nagyon szépen köszönjük. És hadd mondjam el, hogy most a mai naptól kezdve itt a Game Commando csatornán is tudtok csatlakozni. Úgyhogy, ja. Igen. Viszont de amúgy felolvastam mind a kétszer az üzenetét, miért dumálsz bele? Ja, mert nem azt mondtad, hogy 200-én nem lett üzenetet küldeni? 200-én lehet, de ő 400 forintot küldött. Jó, azt köszönjük szépen, még egyszer. Igen, és én is fogunk amúgy streamelni majd. Hát ott olyan ilyen átlagosabb streameket csinálunk, hogy mármint amikor nem játszunk valamivel, ott olyan streameket fogunk a Flash Commandon. Meg én majd Máté megtanít engem streamelni, és akkor én is fogok gyakran. Mert én egész nap itt lennülök a stúdióban, és csak játszok, amikor nem csinálunk semmit akkor is, és akkor úgyis, most akkor miért ezt streameljek, nem? Lesz valaki mikor Sims 4? Amúgy szeretnék, mert amúgy most egyik nap azon gondolkodtam pont, hogy szeretnék én is saját sorozatokat, ilyen folyamatos sorozatot, amit folyamatosan nyomok. Amiben egyedül vagy. Igen, viszont az a baj, hogy a Sims 4-et is ugye kevésbé nézik, mint mondjuk a Minecraft sorozatot. Kevésbé nézitek. Igen, bocsánatot kérek. És
mivel igazából mindig van időnk felvenni mást, ezért inkább veszünk fel Minecraft sorozatot, azt jobban is szeretitek. Meg most a Forzát. Azt nagyon szeretitek, úgyhogy, ja. Egyébként mi is nagyon szeretjük. Ja. Meg a... Most a Fortnite-ot, ugye tegnap volt egy Fortnite videó, és nagyon jól teljesített amúgy ahhoz képest. Most nem tudom, hogy most pont hogy áll, vagy hogy nézik, vagy ilyesmi, hogy nézitek. 12-13 000, nem nézcsük. Igen, szóval elég jó az a helyzet. És mi is nagyon élvezzük, most is Fortnite-oztuk, mielőtt elkezdtük a streamet. Úgyhogy, jaj, kicsúszok! Oké. Okay. Mit mondod, hogy utolsó leszek? Hát úgy száguldom le az összes többit, mint az őrről lehet. Igen, hát nagyon jó ez a Porsche. Csak, hát azért nem árt feltuningolni. Mert nézd meg, látod, hát... hanyadik vagyok? 7. Uh-huh. Na, az jó. Krisztián csaló. Hát igen, a Krisztián az csaló. Tudjuk róla. Jaj, nem akarlak kilökni, bocsánat. Jaj, de most megelőzött a piros, mert nem akartam kilökni a sajátom. Srácok, nem ők csaló, csak rengeteget játszok, aztán már egész. Ja, a Krisztián már többet játszik, mint én. Az elején meg én mentem jobban, de most a Krisztián már kicsit gyakorlottabb. Ja. Mert én egész jól tudok játszani. Skacok, hát igen. Hát igen, mikor ez az munkája az embernek, hogy játszik, akkor egész jó a játékokban. Én azon lepődtem meg amúgy, hogy a Fortnite-ban milyen jó vagyok, basszus. Én azt hittem, a Fortnite-ban nagyon jó teljesítettem. És ma is volt Victory Royale-unk a Mátéval. Egyik meccsbe, kézzétek el, 14-et, vagy mennyit, 13-at eliminételt. Ja, és én egyedül 11-et. A Máté 11-et, én 2-t. Nem 1-et? 2-t. Ja. Wow. Úgyhogy ja, az durva volt. Neki ütköztem a falnak. Jaj, még nincs itt a vége? Nincs. Nagyon gyors. Nagy a végsebessége. Az a baj. Uh-huh. Én hiper-szuper jól driftelek, meg kanyarodok, de nekik meg nagyon nagy a sebességük. Jól van. Ó, jó van, egész jó. Ez az a Shelby cucc? Igen. De jó. Shelby Cobra. Azt hiszem ezt is kapod, megérte. Nem, a Jaguar E-Type-ot kapod. Ja, tényleg a Jaguar E-Type-ot. Hát az jobb lenne, Shelby Cobrát kapnám, mert az nagyon kéne nekem. Na, indíts már majd egy szavazást, tehát ha lementük ezt a versenyt, akkor amúgy meg is vagyunk, hogyha most nyerünk, mert... Mert? Akkor, hát, mert már 2-t megnyertünk. Tudod. Ja, tényleg, aha. Hát, ja, már nagyon nem számít, hogy... Én itt a 400 pontom. Ja. Indíts egy szavazást, és kérdezd meg a srácokat, hogy ők szeretik-e a hideget. Jó van, na. Ha teljesüljön a vágy. Kíváncsi leszek az eredmények. Csak azért kérdezem, srácok, mert én azért szeretem a hideget, mert kezdjétek el, a hideg az nagyon jót tesz a immunrendszereteknek. A Oroszországban kisbabákat, akik megszületnek a kórházban, még mindig azt hiszem ki is viszik a hóra, és ott fektetik őket sokszor, kinn a hidegben, mert hogy erősíti az immunrendszerüket, és úgy nehezebben kapnak el ilyen baba betegségeket. És én is szoktam mostanában, most is egyik reggel mínusz 9 fok volt, és elmentem futni. Hogy, ja, hát már az jót tesz. És tök durva volt. Jó. Attól te lettél az első? Aha. És mi ez a ruházat? Ez a meg a király. Az elkepaszta. Jaguar E-Type, asztal! De ez egy Ferrari. Úgy néz ki, mint egy Ferrari. Szóval az egy Ferrari, ha már úgy néz ki, nem? Hány autód van, Máté? Azt meg lehet nézni valahol? Ja, meg mit mondtad amúgy, hogy rosszul megyek? Zsolt Nagy, nagyon szépen köszönjük! A 200 forintot! Köszönjük szépen, Zsolti! Ja. Oda nem tettél be zenét? Túl király. De. Raktam. És jó volt? Hova? Vagy mi van? Hát jön a szupercset, akkor van zene. Igen, de oda nem tettél be. Kocsik, 227 zenek. Autót birtokolok. Igen. Ami elég sok. Én mennyi autót birtokolok? Az hol is van? Hol van?
Hol lehet megnézni? Oroszok mínusz 10 fokba kint strandolnak, és mínusz 30 fokba meg felvesznek egy pólót. Ja, hát igen. Hát igen. Azért. Mikor lesz Terraria? Ez egy amúgy elég aktuális kérdés, mert most pont egyik nap gondolkodtunk rajta Krisztiánnal, hogy esetlegesen véletlenül lehet, hogy kéne Terraria. Ja, igen, az a baj, srácok, hogy ugye azért nem veszünk fel Terrariát is, mert kevesen nézitek, és most inkább olyat szoktunk fölvenni, amit sokan néztek, mert hát azt érdemesebb fölvenni, nem? Ja, fesztivál esemény. De... Na, Krisz. Egyébként szeretünk terráriázni, és gondoltuk, hogy folytatjuk a sorozatot. Hát majd meglátjuk, hogy érdemes-e. Csinálunk egy részt, egy ilyen próba részt, és akkor megnézzük, hogy nézitek-e. És ha jól nézitek, akkor csinálunk még. Hát, hogyha már ilyen átlagosan nézitek, az is jó lesz, mert ja. Akkor... És mikor lesz Minecraft? Az most fel van véve, hogy Minecraft? Nincs, de... Minecraft lesz az is nem sokára. Hát azt soha nem hagyjuk abba a Minecraftot, ja. Mert hát az a fő pillére. Hát egy Minecraftom fölvéve, de az nekem a hardcore-om. Ja, az igaz. De most még kell mindent elárulni, csicska. Jó, na, válaszd a izét. Csak konvoj. Jó. Válaszd a küldi-müldi. Jó, hát beléptem, csak el kell fogadnod. Ja, igen, de... Belagoltam? Jó. Nekem nem mutat semmit. Ja, mert nem is kell elfogadnom. Na, milyen ja. A szavazás? Holnap lesz videó. Nem holnap. Miért Mini Cooperrel kell menni? Ha menj majd el. Holnap nem lesz videó, pénteken lesz videó. Ja. De most már fel szeretnénk tuningolni a videó számokat. Hogy nem heti 2, hanem heti 4. Ugye, Máté, heti 4-et csinálunk, heti 3. Heti 3. Heti 3, péntek, vasárnap, igen. Ugye? Uh-huh. Szóval lesz vasárnaponként egy plusz videó, mostantól nem sokára. És nekem nem sokára lesz új gépem, ami nem ez a potátó. És tudok majd én is vágni. Azért nem potátó, azt nem mondta, hogy potátó. Ez potátó, Máté, ez 2021-ben ez potátó az a gép. Nekem ez is 700-asra föl van tuningolva neked. Nekem nincs. De hát nem is baj. Hát láttad, hogy milyen jól mentem az előzővel is, nem? Jaj, Krisztián, alábecsülsz. Na, hogy áll a szavazás? 68% igen. Igen, 68% szereti a hideget. Na, le is állítom. Ja, én úgy vagyok vele, hogy nyáron igazából elviselem a meleget, de én inkább ilyen hideg ember vagyok. Én inkább ilyen élet a fagypont alatt ember vagyok. Mikor lesz folytatás Krisz hardcore-jából? Mivel most már elárultam, erre kis árulkodó, ezért elmondjuk, hogy már felvett egy részt, és nem sokára lesz, szerintem jövő héten. Jövő hét kedden szerintem, mert most pénteken lesz Forza. Igen. Ugye, Máté? Azt és hiszem. Akkor jövő hét kedden meg felrakjuk a hardcore-omat, és nagyon izgalmas lett, újra kezdtem az 1.18 frissítésben, és nagyon durva dolgok. De most mi mondod el az egész videó? Hát úgy is kiírtam szavazást, hogy újra kezdjem el, és azt szavaztam. Hát jó van, de hát most nem kell árulni mindent, te. Premier előtt. Húzd már innen. Ne falnak menő, nem baj. Én is a falon végig slide-oltam. Nyugalom, jól állunk, hú, ez, én vagyok a király, jó van. Ja, te vagy a király, Máté. Tudom. Jogi. Ha tartod a helyedet, akkor tudunk nyerni, Máté. Igen. Há. Inkább te tartsd a helyedet. Hát, ja. Próbálom, csak frontálisan ütköztem a fallal. Jó, hát én meg oldalirányosan, de az is elég durva volt. Ú, itt valami epic driftet be kell dobnom. Figyeld. Epic inkább, drift! Inkább nem, hát én legyél utolsó. Aj, de epic volt, ugye srácok? Milyen epic volt ez a drift? Ja. Hát ne nagyon legyél utolsó, mert én nem biztos, hogy meg tudom tartani az első helyet. Hát azt tudom. Azért oké, hogy nagyon-nagyon profi vagyok, egyszerűen elképesztő. Alábecsülöd a Mini Cooperemnek a teljesítményét. Hát nem becsülöm én alá. De? Bebizonyosok. Az anyád. Túl gyorsak ezek a genyák. Ez itten a probléma. Ezt nem hiszem el. Jó, végünk van. Kihagytam ezt a retket. Azt a bénát.
Nyugalom. Á, Krisz, utal kell érni még egyet. Jó, megyek. Mit mész? Hát én megyek, hát én vagyok a profi, man. Á, francba neki mentem a falnak. Semmi baj, Krisz, nyugi. Nyugi, meg tudod csinálni. Ja, azt hittem, ez is körverseny. Mert ugyanolyan kanyar volt, mint az előbb. Visszaelőzted? Igen. Jó. Többet ilyet ne csinálja azért. Jó. Aj, de nem áll, most miért nem szólsz, hogy föl kell drift tuningolni? Ne! Hát miért én szóljak? Hát miért én tudom, hogy föl kell tuningolni, de meg nem. Azt a mindenségi uraim, hölgyeim, hát látták ezt a visszahozást? Azért ezt azért nem minden hétköznapi ember tudja ja. megcsinálni. Na srácok, amúgy írjátok le, hogy ez 10-ből hanyas skill, hogy kihagyok egy zászlót, és mégis első vagy. Ja, körülbelül 20% alatt. 20% progress alatt. Ja. Á, de én nagyon epikül megyek ahhoz képest, hogy 100-zal kevesebb a értékelésem, mint nektek. Hát, ja, nem rossz. Nem rossz, tökéletes. Most az én nehézségi szintembe megyünk? Hát nem tudom, hogyha profiba megyünk, hát mivel nem... én megyek bele. Aha, hát valószínűleg. Te profiba játszol már, de vagy szakértőbe? Biztos... Még mindig szakértőbe, de most már állandóan mondogatja, hogy állítson följebb, de nem szoktam felállítani. Mert nekem most jó érzés, hogy most nyerek állandóan. Hát azt gondoltuk. Semmi kis nehézséget nem akar az életébe ez a kis fiú. Na. Hát visszaelőzni már nem fogom őket, de... Jújjúj, itt van a dobálós rész. Ja. Itt nagyon vigyáznom kell. Ja, de nyersz amúgy így is, mert tudod, 650. Mm-hmm. Hogyha utolsó lettem volna, akkor is ja. nyerünk. Ez az! Yeah, kire? Baby! Tü-tü-tü. 534 néző, srácok! Wow, köszönjük szépen srácok, hogy ilyen sokan itt vagytok! Nézőt. Uasztó, 534 néző, uasztó! Ja, és srácok, ha valaki esetleg nincs feliratkozva a csatornára, és itt nézi a streamet, az nyugodtan iratkozzon fel. Nyugodtan. Egyébként kiírja a neveteket, hogyha próbáljátok csak ki, aki feliratkoztok, ja. akkor itt kiírja a neveteket. Pont ott van! Láttátok? Ha valaki feliratkozott, ja. pont. Igen, hogyha feliratkozol, akkor ott lesz kiírja a nevedet. A streamben. Úgyhogy érdemes feliratkozni. Ja, hanem. Érdemes. Azért gondoljatok bele, ilyen jutalmat kapni egy feliratkozásért. Legtöbb ja. feliratkozó nem is kap semmi jutalmat. Egyébként azt is hadd mondjam el, srácok, hogyha csatlakoztok a csatornához, akkor tudjátok használni az emojiainkat, amit meg tudtok nézni ott lenne a chat alján, és nagyon király emojiaink vannak. Emojiaink. És van egy speciális emoji, ami csak itt elérhető a Game Commando csatornán, és az pedig az UASTMOA emoji. UASTMOA emoji. Elég menő. Nyomok is belőle, várja. Ja, de nem, mert kezdődik a meccs. Ja. Elpipil a tülekedés már. Ezt már 48 milliárd ez amíg ezt a tragacsokkal mentük, ezt a elpipil a tülekedést. Hát kicsit se vagy gyorsabb. Ja. Hát figyelj. Igen, de három az én szintem van, én szintemen van, a három ja. meg a tiéden. Mi? Ezért ficánkóz itt előttem, húz már innen csicsa. Asztarat, az nagyon előre ment ez a mister. Szerintem az azért, mert... Fúj, de undorít az a köd. Ja, neked nem ködös, mi? Nekem nem, mert mindig ugrak. Ja, ezt a potátó PC mindenért. Már lepattanok róla. Ú, gyönyörű. Á, nem látok! Fúj, de undorító ez. Azaz le tudok előzni! Egyet! Azaz leelőztem a tiédből egyet! Igen, aha. Jó tetted. Én is megpróbálom magam mögött helyedben. Tartani. De milyen autók? Ez mini? Ez a nagy ilyen terepjáró? Igen. Az ám a mini mi? Ja. A mini nagy terepjáró. Ez körverseny. Ja, hát ez amit a tragacsokkal mentünk. Ez az, amit a tragacsokkal mentünk. Igen. Először. Ha. Fúj. Az nem jó. Főleg, hogy itt van a hátamban ez a kis nyomorant. A városban jól tudunk rajtuk hozni, úgyhogy majd ott próbálkozok. Itt megpróbálok inkább magat
magam mögött tartani egy, ezt a csicskát. Kicsúszott! Azaz kicsúszott! De csicska és a falnak neki ragadt! Yeah! Leelőztem! Ügyes vagy Máté. Tudom. Ne! Ezt nem hiszem, és neki mentem a falnak. Várj, megpróbálom magam mögött tartani. Emlékeztek, srácok, ez a második rész? Ez a második részben volt, ugye? Igen, azt hiszem a második részben. Ja. Minecraft Live a közeljövőben várható? Igen. Szeretnénk a farmolni majd a pályánkon. Igen, sokat fogunk farmolni, és tudjuk mindig streamelni, úgyhogy azt fogjátok mostantól látni szinte az összes farmolást. Fáj a fogam, jaj. Szedjél sok kalciumot, meg D-vitamint. Igen, meg az, ha fáj a fogad, akkor azt is érdemes odafigyelni rá, hogy nem szabad annyira, bár konzultálja a házi orvosoddal. Ezt ne vedd készpénznek, amit én mondok, de az én véleményem szerint, ha nem véded annyira a fogaidat, hanem kicsit, mármint azt nem úgy értem, hogy belekeverne a fejed a falba a foggal előre, hanem mit tudom én, hogyha esetleg rágsz valaki, mi keményet, nem kell attól félni, mert a fogadat is akkor erősíti a szervezetet, hogyha ilyen kihívásnak állított ki a fogadat, hogy keményebb dolgot kell. Igen, plusz ne igyál annyi szénsavasat, az nagyon fontos. Ja. És akkor jó erős lesz. Az én nagypapámnak 74 évesen estek ki a fogai, addig megvolt az összes foga, és ő a drótot a fogával harapta el, meg ilyeneket. Ja. Meg megette a csontot. Ja, és egyébként hadd mondjam már el. Hadd csak egyek meg kicsit. 22 éves vagyok, és még soha semmi bajom nem volt a fogaimmal. És pont most jön a bölcsesség fogam egyébként. Azt hiszem alul. Fölül már kijött. És... ja. És azok se fájnak egyébként, úgyhogy tök király. Én szerencsés vagyok fog szempontból. És hát nem is hívnám inkább szerencsének, inkább... Nagyon odafigyelek rá. Ja, srácok, tényleg meg még egy jó kis fog trükk. Hogy bármi édeset esztek főleg, de bármi amúgy esztek, egy idő után megszokjátok, hogy fogjátok meg, és mindig öblítsétek ki vízzel a szálatokat, és az nagyon jó, az úgy megőrzi a fogatokat, hogy tényleg szedett. Nekem tegnap húznák ki a fogamat. Jaj. És tejfog volt? Mert a tejfog akkor nem van az. Ne. Ezt a fuaj. Uasztua. Fúj ez a köd, de undorító. Ja. Mia, neked nincs isten, hazug disznó. De mi köd van a pályán? Igen. Egy ilyen hatalmas köd, és körülbelül 5 méterig látok el. Ja. És ha bejövök az alagútba, és kijövök belőle, akkor nem látom, tényleg, hogy mi van. Hol vannak a ellenfelek? Basszus, már nem is látlak titeket. Ha hátrafordítom a kamerát, akkor sem. Én látlak, ott mész elől. Hát kettő... teszintű botodat, vagy teszintű botot. Aha. Én magam mögött tartok, úgyhogy akkor elég jót csinálom. Ja, tényleg jó helyen vagy. De nekem ez epic, ezt szerintem majd átküldöm neked ezt a tuningot, Máté. Mert... Jó. Nagyon nagyot mész. Hát igen, azért eléggé tudok, nem az én mondom, de... Elég kár, azért nem szeretnék dicsekedni, érted? Elég kár, srácok, hogy nem engem láttok, mert... Szerintem téged nem is akarna senki se látni. Igen, de gonosz vagy. De goni vagy. Hát majd látnak, hogyha egy szintű kocsival megyünk. Majd de mögöttem. Jó, let's go. Vagy lehet, hogy akkor se fognak látni, igaz. Na, gyerünk már, csak két kanyar és meg vagyunk. Jaj, most értem be. Ezt jól kell bemennem, ezt a kanyart. Úgy gyönyörű. Egy kis féket kellett alkalmaznom, de így is tökéletes. Jól van. Máté, te sokkal királyabb vagy, mint a Krisz. Jaj, már. Ez tény. Ki volt az bandaik a csetről most azonnal? Csóka Anna, dehogy is. De hogy nem. Ő a király. Tudjám az igazságot, ilyet mersz mondani még egyszer. Lehet csatlakozni? Igen, lehet csatlakozni. Igen, hogyha szeretnél, tudsz csatlakozni. És fogja jelezni neked a képernyőn, és használhatod a király emojiainkat, amiből van egy nagyon jó király emoji is.
az uasztó. Meg hogyha sokan csatlakoztok, mi, hol is vannak a izék? Mi? Hogy, hogy mikortól lett több emojit? 3-10, azt hiszem valahogy úgy, nem? 2. Azt hiszem. Hát bizonyos számú csatlakozott embertől lehet, lehet, lesz több emoji is. Oszta! Aj, túlmentem. Akad a live. Akinek akad a live, az frissítsen rá az oldalra. Ja, okay. De azért megnézem, hogy akad-e. Akkor sokan írnák, Krisz. Jó. Oké is. Na, a következő, Krisztián, addig én be is nyomom. Az szerintem az utcai verseny lesz. Mm-hmm. Igen. Okay, az utcai. Az utcait megcsináltad már? Nem. Game Commando Go to 100 000 feliratkozó! Pontosan! Woo! Let's go! Amúgy már nem vagyunk olyan messze, hogyha belegondoltok, mert tavaly ilyenkor a Flash Commandon volt ennyi feliratkozónk, sőt még ennyi se volt. Igen. És most mint most itt a Game Commandon, ami... Hát ja, viszont ja. Most itt 3400 feliratkozónk jött egy hónap alatt, az, hogyha annyi jön 12 hónapig, ha akkor még idén meg se lesz a 100. 2021-ben mi nagyon nagyot mentünk, és nagyon örülünk nekünk, és nagyon szépen köszönjük nektek, srácok, hogy ja. Még mindig néztek, és szeretitek, amit csinálunk. És köszönjük magunknak is, hogy ilyen nagyon viccesek vagyunk. Ja. Ha, én vagyok a legviccesebb ember a föld karakter. Na. És nagyon szépen köszönjük Istennek is, mert nélküle meg se születtünk, és akkor hogy... Ja. És akkor hogy... Hogy akkor tudnánk ilyen léteznénk lenni, érted? Na. Köszönöm, én Jaguárral jöttem, te mivel? Nem tudom, ott valami random kocsi. Én 900, SS1 900-as Jaguárral jöttem. Hú, akkor szerintem most lehet, hogy én... Nekem valami Aston Martin. Nem tudom. Jaj, ne, ez ugye nem az a csúszkálós mocsok. Szerintem ez az. Ez fizetős ez a játék? Hát igen, ezt meg kell venni, ezt a Forzát, ja. És én viszont én Game Pass-szel játszom, meg, ja, meg a Krisztián is Game Pass-szel játsza. Ja. Game Pass-et, hogyha kifizet... Ha, 3 hónapig 300 forint először. A sok vicces videótok miatt vagyok most itt. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Ja. 801-es vagyok már. Frissítem és akad még mindig. Akkor... Nem tudjuk. Én most megnéztem, és nekem nem akadt, úgyhogy valószínűleg nálad van valami. Ja, Krisz, gyerünk! Vagy pedig a YouTube ront el valamit, mert az is lehetséges. Én sajnos 801-es vagyok már, úgyhogy esélyem nincs, de talán az én sajátjaimat, azokat le tudom előzni. Ja, viszont az én a sajátjaimat nem biztos, mert ez gyorsulási kocsi. Mm-hmm. Hát, ha sok egyenes lesz, akkor biztos. Ne utolsó legyél, az a lényeg. Jó. Egész jó megy az Aston Martin, úgyhogy szerintem jó lesz. Ja. Ez meg nagyon gyors. Csak utálom, gyűlölöm ezeket a utcai versenyeket, mert könnyen ki ja, lehet húzni. Ja, hát sajnos ilyen ez. Az a baj, hogy ez alig akar kanyarodni ez a Jaguar, és viszont olyan gyors, jaj, hogy... Jaj, húzd már előlem. Hogyha egy pici... Pici! Ne! Ez most nem jó. Krisztián, most rossz, rossz. Nyugi. Nyugi, visszahozom! Jó, hozz vissza, mert... Oké, okay, jó, jó, megvan. Oké, okay, nekem ezeket le kell előznöm itt, mert egyszerűen lögdösödnek, mint valamilyen undorító. Tudod, mit csinálsz? Menj egy kicsit nem úgy lassabban, hogy hú, izé, hanem egy kicsit ilyen odafigyelősebben, és próbáld meg őket magad mögött tartani, tudod, mert ha lelassulsz előtte, akkor ő is lelassul. Igen. Tudom, az oké, okay, csak meg kéne őket előznöm. Most egyik, mert én itt lögdösödtem kettővel, és az egyik meg nagyon elszaladt. De hogyha te tartod azt a helyet, akkor az jó lesz. Hát igen, csak előbb is majdnem kiszáguldottam a pályáról. Úgyhogy arra oda kell figyelnem, hogy ezzel sokkal jóval hamarabb kell fékeznem. Mert ez alig bír kanyarodni sajnos. Mert ugye ez gyorsulási kocsi. Ja, és itt vannak totál mögöttem végig. És nagyon ilyen koncentráltan kell kanyarodjak meg minden. Viszont jól leelőzöm őket, hogyha... Oké, és jó, én ezeket behoztam. Oké, okay. Jól állsz? Aha, jól állok.
Mit jelent az FC a nevedben? Flash Commando. Ja, Flash Commando. Kicsit szerencsétlen ez a dolog, mert ugye úgy hívjuk magunkat így külön-külön. Mármint, hogy nekem is azt hiszem az a Instagramom, hogy FC Krisztián, meg a Máténak is azon, hogy FC Máté, és ugye futballklub ugyanaz, de... Ja. Hát mindegy. De hát ilyen ez. De mi nem futballklub vagyunk, hanem Flash Commando, úgyhogy... Ezt. Első lettem, ez az, jó. Az akkor lényeg, így már nem tudjuk. Ja. Nem lesz gáz. Nyugi, én hoztam magam bőven, úgyhogy király. Osszátok meg a videót, vagy szóljatok a barátotoknak, hogy jöjjön nézni a live-ot. Ó, itt azért reklámoznak minket. Ja, na, köszönjük szépen. Ez nagyon helyes egyébként, nagyon helyes. Na, nagyon helyes. Nagyon helyesen mondják, büszkék pontosan vagyunk rád, büszkék vagyunk. Ja. Dezső a hegyről. Ez egy remek név. Ja. Nagyon tetszik. Tényleg remek amúgy, tök jó. Ja, tényleg jó. Nyissatok sok legendarit, ne is, meg Krisz is. Hát megpróbálunk, jó. Megpróbálunk. Ja, gyűjtöm. Valaki kérdezte, hogy lesz-e pörgetés. És azt az a válaszom, hogy nem tudom, mert csak kettő van. De hogyha megcsináljuk ezt a sok küldetést, akkor biztos, hogy ja, lesz. Igen, plusz most lesz a következő Forza videó, és abban elmondjuk, hogy... Na mindegy, majd megnézitek. Pénteken megy föl. Ugye már akkor az megy föl pénteken. A Forza, igen. Igen, Forza megy föl pénteken, és ott lesz, hát kis, kérünk tőletek egy kis kicsit meg. Vagyis nem, várjál, milyen, mik voltak legutóbb? Mi? Forza volt, meg most a Fortnite. Szóval most Minecraftnak kéne, hogy felmenjen. Minecraft, jó, akkor veszünk fel egy Minecraftot, még nem vettünk fel Minecraftot, vagy a hardcore-t feltesszük, de ja. Nem azt mondtuk, mindegy, hogy mindegy, az a lényeg, hogy lesz videó. Ja, és most már szerintem lehet, hogy vasárnap is kéne. Ja. Hát akkor most pénteken mondjuk feltesszük felteszünk egy Minecraftot, és vasárnap a hardcore-t, és jövő kedden a Minecraft hardcore-t. Vagy nem a péntekenre felteszünk most, azaz holnap utánra egy Minecraft survival-t. Vasárnap. Jó, azért nem kell előni az egész évi schedule-ünket, jó? Köszönöm. Hát tudnám az évi schedule-ünket. Krisztián, az lesz a becened most, hát, hogy árulkodós Krisztián, jó? De milyen árulkodós Krisztián? Hadd tudják már szegény srácok, mácok, hogy mi a helyzet. Hát, de Krisztián, nem kell lelőni minden izét, kulisszatitkot. Te dög. Itt Máté, itt van az a kicsúszós kanyar, úgyhogy nagyon vigyázz. Már vigyáztam, nyugalom. Ja, de hogy ezzel úgy megyek, mintha ilyen jégen csúsznék ezzel a kocsival, mert... Igen. Mert olyan rossz a féke, meg olyan rosszul kanyarodik, viszont ilyen pff, így kigyorsult. Aha, az elég jó. Nekem ez ilyen átlagos, kicsit csúszós, de viszont nem annyira. És ilyen nem is megy olyan lassan, nem is megy olyan gyorsan. Ja. Ja, bár szerintem, hogy egy picit nyomom a gázt, akkor megyek olyan gyorsan, mint ti. Mm-hmm. Szóval ez igazából lehetetlen, hogy veszítsek akkor, hogyha odafigyelek és nem csúszok ki semmelyik kanyarban. Mm-hmm. Ja. Hát, hogyha odafigyelsz és nem csúszok. Jó, mint például itt. Jó van, elkaptam, azaz jó. Elkaptam még a szélit. Jó. Jó, igen, ja, majdnem kicsúsztál külsőn, ja. Az durva. Ja. Mi még most nem is nagyon játszottunk a Forzával, srácok. Nem is volt megcsinálva. Vagyis én játszottam, de igazából csak veszegettem kocsikat és pörgetéseket gyűjtögettem. Ott a vége ez az? Hát itt megkizállok, hogy utalérjenek. Figyeljetek, srácok. Ú, de lehagyom őket. Azt a kicsapé írjuk a gyújjár. Lesz még Fortnite-os videó? Igen. Ja. Hát egész jól néztétek, úgyhogy valószínűleg... Ja, egész jól néztétek, szerettétek. Meg még lehet meg is osztani. Ja, és nagyon sok olyan kommentet láttam, aminek nagyon örülök, hogy nem szeretik, volt olyan komment, hogy nem szereti a Fortnite-ot valaki, és mégis megnézte tőlünk, és nagyon tetszett neki, aminek nagyon örülünk. Igen. Mert az azt jelenti, hogy mi egy olyan játékot is szórakoztatóvá tudunk tenni, amit éppen esetleg hogy lehet csatlakozni, Máté, elmondod? Igen. Ott van a feliratkozás gomb, ment egy kis csatlakozás gomb. Voice crack. Csatlakozás gomb. Voice és crack. Az alapszintű csatlakozás 600 forint, illetve ha valaki szeretne minket
kicsit pluszban támogatni, annak van 1800 forintos megoldás is. Ja. És ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük. És kaptok érte ilyen a nevetek mellé ilyen kis koronát. Igen. Ott lesz a nevetek mellett egy ilyen kis korona. Plusz emojit tudtok használni, a saját emojiainkat. Igen. És egyre jobb a korona, minél tovább vagytok csatlakozva. Challenger. Kaptam egy Challenger Hellcat-et. Okés. Én sem szeretem a Fortnite-ot, és szívesen megnéztem. Ennek nagyon örülünk. Na meg van ez is? Nagyon örülünk, mert ez azt jelenti, hogy elképesztően viccesek és szórakoztatóak vagyunk. Bár ezt eddig is tudtam. Jaj, de jó, hát... Már akkor nem. Na, Ferrarit megkaptam, és a Toyota Celicát kéne még megszerezni. Uh-huh. Én is most kaptam meg a Ferrari. Oké, akkor mehet a terepversenyes, ugye? Igen. Mert terepversenyes. Pontosan, hogy mehet a terepbe. Máté, hogy a Fortnite-ba tudtál volna hallal hílelni az utolsó meccsbe. Ja, mert az a hall a kezembe, az híl volt. Ez most komoly. Na hát igen, ezért voltunk noobok. Ja, igen, azt is néztük a kommentben, vagy én néztem, hogy a vaddisznó az kék gombát dob, és lehet bele pajzsot szerezni, úgyhogy ja, tök jó volt. Majdnem 600-an vagyunk, srácok! Nagyon szépen köszönjük! 600-an majdnem! Gyerünk, srácok, el kell érni a 600-at! És hogyha elérjük a 600-at, akkor egy uasztó ja, lánc. Ja, bár ezt nem úgy hiába mondod, akik itt vannak, hogy el kell érni a 600-at, mert aki nincs itt, annak nem kell elérnie. El. Legyetek többen, srácok! Aki itt van, ja, az, aki itt van az osztodjon! Aki itt van, az osztodjon! Elindultál már? Most tölti be, na, hát most mit csinálja? Fúj! Ó, meg... Ó, a kamion! Ez ott lehet menni a kamionnal! Ez hát akkor én is szerintem a kamionnal megyek. Hát nyilván. Ja nem, a kamion az jobb. Van nekem az a izé, az a halós kocsim. 28 ember kell! Ú, asztó! Ú, asztó! Ezt nyilv, szimjel. Srácok, ti őletes emberek vagytok, hogy ilyen sokan vagytok. Hú, de menő a táncom, nem srácok? Hát az ja. De aki nincs feliratkozó, az iratkozom fel. Láthatjátok a neveteket a chatbe, vagyis a képernyőn, hogyha feliratkoztok, és nem vagytok. Na, ja. Elég csak. Visszhangzik. Hát ezt sajnálom. Bocsánat, srácok, nem folyamatosan visszhangzik. Az én gépem, az potátó, már elmondtam ezerszer, és lassan közvetíti a, szerintem az adatokat, és van, hogy késik szerintem az én mikrofonom, és a... Én mikrofonomban halljátok a Máté hangját, és egy ilyen minimális késéssel, és ezért vízhangzik. Megy a verseny, úgyhogy jó. A Fortnite-tal játszottunk, ja, a Fortnite. Köszönöm, hogy nem dobtad be azért hétebe, barom. Hát, me is megsülök. Ja. Tényleg, srácok. Tényleg itt olyan meleg van, srácok. Srácok, kint van -3 fok, és olyan jó beszigeteltük ezt a stúdiót, hogy körülbelül itt van 40 fok, és nem kicsit is túlságosan is. Gyerünk, Krisz! Hozz az utánba, csicska! És beáll elém ez a nyomorék, ezt nem hiszem el. Nyugalom, Krisz, ez nagyon jól irányítható ez a kamion. Igen, azt tudom. Azt a na most itt neki, teli gáz! El kell ütni őket, Máté. Ujjjj, egy kamion az első. Úgyhogy csak úgy leszünk elsők, hogy másodikok leszünk. Ja. Á, nem, lassú az a kamion, lassú. Nem lesz gáz. Kicsúszik! Én is! Meg pont el tudtam kapni, jó, wow. Haha, csicska, húzz az utamból. Jó. Köszönöm szépen, én vagyok az első, jól lapám. Viszlát, Mr. Kamion. Hey, miért nem tudom megelőzni? Mit mersz, tök mindegy, hogy mi van odaírva, ráírva te, mert amúgy is győzök. Egyedül is, nem kell lesz te, menjél haza fele. Jó. Igen. Ha fordulj meg, azt menj haza. Jó, akkor nem srácok veled. Látjátok, srácok, milyen gond, rámugrat! Rámugrat! Megúsztam, ha jól van. Vagy. Hops, itt éles kanyar, Krisz, drift! Wow, gyanyara! Bum. Jaj, ne keresztbe álltam, majdnem. Nem álltam teljesen keresztbe. Viszont vannak olyan kocsik, amik így, amikor ilyen ugratás van és leérkeznek, akkor sokkal jobban be tudják tartani az utat. És nekem is van olyan kocsim, ami így kilő előre, hogyha... Jaj, ne, és ezt nem hiszem el.
és pont a kanyar előtt volt egy ugrató, és keresztbe álltam a fenébe. Jó, Máté, én utolsó leszek szerintem. De hogy leszel utolsó, ne? De full hátra fordultam. Krisztián, még van hátra 5%. Hol van a többi? Ez a kettő van. Lehet megálltak. Megálltak szerintem. Ja, azt mondták, hogy... Persze, mindegy. Olyan jól mennek ezek, hogy egyszerűen lehet. Ja, srácok, ezt érdemes megszerezni, ezt a kamiont, mert ez olyan OP. Hát most már nem, lehet, hogy nem tudjátok megszerezni sajnos. De meg tudjátok, a aukciós házban megveszitek. Igen? Persze. Jó. Ja, tényleg, tudjátok, hogy mit akarok? Megvenni a DeLorean-t, mert az nagyon király. Ja, 593-ban vagyunk! Wow. 593, már csak heten, gyorsan srácok, szóljatok az anyukátoknak, vagy az apukátoknak. Ja. És aki esetleg már szólt, üdvözlünk, apukák és anyukák. Sziasztok, hello. Egyébként, ha egy anyuka és apuka 604, ez az! Ez az, 600 hype! Ez az, uasztó! Csatlakozott a Lili Barkó 18. Nagyon szépen köszönjük hogy szépen a csatlakozást. Mi volt a értesítési hang? Szerintem most lesz. Ja, igen. De miért késik ennyire? Nem tudom, de van, amelyik nem késik, van, amelyik jön, és azonnal. De lehet, hogy volt, csak ordibáltam. De ne olyan ügyöltsél, már hülye. Nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakoztál. Nyugodtan használd. Az emojikat élvezd. A izéket. Hogy mondják ezt? Hogy szokták ezt mondani? Nem szeretettel, hanem... Használd egészséggel. Használd egészséggel. Pontosan köszönöm. Használd egészséggel az emojikat. Azt akartam mondani pont, hogy... Például az uaszta emojit, mert ugye elértük pont a 600 nézőt, úgyhogy uasztó! Uasztó! Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakoztál. Te vagy az első csatlakozó, szóval te ja, igazán... Te egy nagyon különleges dolgot nagyon különleges csatlakozó most. Vagy. Azt akartam pont mondani, hogy ha esetleg valaki apuka meg anyuka nézi ezt a streamet, az annak nagyon szépen... Vagyis nem az, hogy megköszönöm, hanem büszke vagyok rá, mert ellenőrzi, hogy a gyerek mit néz. És ez nagyon jó dolog, szerintem. Ja. De hogyha azért nézed, mert szeretsz minket, szereted akkor nézni, meg... és csak így apuka meg anyuka vagy, az is tök jó. Az is tök jó, azt is nagyon szépen köszönjük. Ja. Lesz Skyrim? Nagyon szeretném, hogy legyen, de sajnos nem lesz szerintem. Ja. Kevesen Á, kipördülök! Á, nem meg tudtam tartani, jó. Ez az a kamion egyik legjobb kocsi a játékban. Ezzel nagyon jól lehet skillpontot szerezni, rohadt jól lehet vele. Kész itt nagy ugrató lesz. Jó. Legrosszabb helyen érkeztem le. Nyugló. A chatbot nagyon jól működik, aminek nagyon örülök. Ezt nem hiszem el, és kipördülök. És jó. Amúgy úgy látom, hogy... Ne. Ezt, de miért ilyen, hogy van ez megcsinálva, ez a mocskos pálya, hát nem igaz? De most mit csinálsz? Tökéletesen jössz utánam, ne ordibáljál már bele a balra. Ja, tökéletesen meg utánad úgy, hogy kihagytam a szaros zászlót. Ja, mert ugratok egyet, és akkor 2 méterre van egymástól a két zászló. Mert a chatben srácok, de nem vagyok béna, szar ez a pálya. Ja, én akkor miért nem hagytam ki a zászlót? Mert te neked szerencséd volt, és pont oda mentél, hogy ne hagyd ki. Mi az Insta nevetek? Flash Commando, csak így simán Flash Commando. Nekem van egy Instám... Kontrollerre játszol? Igen. Ezzel a fekete Xbox One X kontrollerrel. Nekem Xbox van egy publikus Instám, az FC Chris. Hogyha igen. Esetleg érdekel valakit, néha ezekről képeket. Nekem meg nincs publikos Instám. Ugye az a nevem, ugye Máté? FC mi? Chris. Az a nevem. FC Chris, igen. Yeah, baby. Yeah, baby.